Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kezdődik a hét első mai témája, és picit a péntekkel fogjuk kezdeni, mert hogy akkor Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban, és a nyilatkozatára a Kreml is, egész konkrétan a Kreml szóvivője is reagált, mindjárt ezzel fogjuk kezdeni, de előtte mutatom, hogy kik a mai vendégeink. Itt van Cseri Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok! Jó. Köszönöm szépen, hogy eljött, itt van Brennel Koloman, a Jobbi Konzervatívok, parlamenti képviselője, jó estét kívánok. A estét kívánok. És Kis Rajmund az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Jó estét kívánok! Sokolom jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És kezdjük is akkor ezekkel a reakciókkal, mármint az orosz reakciókkal, mert hogy nem csak Peszkov, de később aztán Medvegyev is reagált erre a rádiós beszédre, illetve annak konkrétan egy részletére, mert hogy Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy elképzelheti, hogy békenfenntartók érkezhetnek Ukrajnába. Nos, erre reagáltak az oroszok részéről. Közel vagyunk hozzá, hogy legitim, elfogadott, bevett kérdésé váljon az európai vezetők közötti beszélgetésben az, hogy valamilyen formában, valamilyen békefenntartó típusú csapatokat küldhetnek-e az Európai Unió tagállamai, vagy ezt inkább ne tegyék. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken beszélt az állami rádióban a békefenntartó kiküldésének lehetőségéről. Kijelentésére még aznap este elutasítóan reagált Dimitri Peszkov, Vladimir Putyin szóvivője. A TASZ hírügynökség szerint, amit a portfólió idézett, úgy fogalmazott, ez egy olyan kijelentés, amelyre nagyon fontos odafigyelni. Majd hozzátette, előfordulhat, hogy a miniszterelnök csak csúsztatott, amennyiben viszont nem, az rendkívül veszélyes vitákhoz vezet. Dimitri Medvegyev pedig Telegram oldalán fejtette ki véleményét. Az egykori orosz elnök úgy fogalmazott, meglátjuk, hogy Európa készen áll le békefenntartó koporsóinak hosszú sorára. Na nézzük akkor a konkrét reakciókat, de előtte arról, hogy ugye ez nem az első eset volt, hogy Orbán Viktor arról beszélt, hogy valamiféle, hogy fogalmazott békefenntartókat kellene küldeni Ukrajnába, már korábban is előfordult, az évértékelő beszédében is hasonlóan fogalmazott, aztán később egy rádióinterjúban szintén felvetette ezt. Mi történt most? hogy most reagáltak erre az oroszok korábban, miért nem, és most miért reagáltak egyébként ilyen éles szavakkal? Vajon mi lett ennek az oka? Honnan kezdjük a, a van. sort? Hát akkor én. <laughs> Jó. Én a korábbi elnök medvegyev reagálására nagyon erősen nem reagálnék. Azt hiszem, hogy nézőink is az elmúlt egy évben megszokhatták, hogy ő Peszkovnál a Krem is jóval durvábban szokott reagálni, akár Ukrajnát, Európát, az Egyesült Államokat bírálja. Én nem mondom, hogy ez a szerepe a jó rendőr, rossz rendőr között, de Medvegyev egy teljesen más kommunikációt alkalmaz, mint akár Vladimir Putyin vagy Peszkov. Azt gondolom, hogy lehet, hogy félreértetik, amit mondott Orbán Viktor most is azt mondta, hogy ez felmerülhet, ez előfordulhat. Igen, hogy és majd korábban erről is ezt mondta a többször a is, és a kérdés az, hogy most miért reagáltak vajon az oroszok. Mert korábban is ugyanezt Így van. mondta egyébként, hogy előfordulhat, és feltételes béke, Most is feltételes csapatok. módban beszél, de most mi lehet az oka, hogy reagáltak rá az oroszok? Akkor, ha nem is meg de azért Peszkov is reagált, és ő már rögtön pénteken. Akkor ennek vajon mi lett az oka? Hát én szerintem ez az egész helyzet, és főleg miniszter úrnak a beszéd egyébként pénteken éppen volt szerencsém utána a pénteki Kossuth Rádiós szózat után, jó magam is részt vettem egy műsorban a Kossuth Rádióban. Azt gondolom, hogy ezeket a riogatásszerű kirentéseit a miniszterelnök úrnak jobban meg kellene fontolni egy felelős politikusnak. Itt az, hogy az oroszok miért pont most reagálnak, az szerintem orosz belpolitikai okokból történik nagy részt, illetve hát azért, mert nyilvánvalóan ez az orosz mondjuk médiumokban, az orosz propagandában nagyon könnyen úgy torzítható ez a kijelentés, hogy az EU csapatokat akar küldeni mondjuk a frontvonalra, ahol ott nem erről van szó, ahogy szakértő úr is mondta, hanem arról van szó, hogy majd valamikor, amikor mondjuk elkezdődnek a béketágyalások, akkor egy idő után felvetődhet valóban békefenntartóknak a, a, de az a folyamat legvége már, tehát ezért is tartom felelőtlennek miniszterelnök úr beszédét, mert Jelen pillanatban ennek semmire aratása nincs, viszont orosz részről pedig látjuk, hogy belföldi propagandára ezt nagyon súlyosan fel lehetett használni. Amúgy az, hogy békefenntartók mennének egy háborús övezetbe, az miért lenne amúgy ekkora a Na most egy kicsit ez a, ez a kijelentés bőve magyarázatot szoron félreérthető. Mármint Orbán Viktor kijelentése. Igen, igen, tehát kicsit jobban ki kellett volna fejteni ezt a gondolatot mert ugye fentartók számos helyein vannak a világnak, ugye ensz sapkás alakulatok révén működnek, köztük magyar katonák is vesznek ezt ilyen missziókban. Ugye a fentartó csapatok akkor léphetnek egy ország területén, amikor már béke van. Tehát először egy fegyverszünet, utána egy béketárgyalás, amit mindkét fél elfogad, és mindkét fél elfogadja azt, hogy ennek a betartását egy független katonai alakulat, például az ENSZ egész alatt működő alakulat felügyel, és biztosítja azt, hogy mindkét fél ezt a megállapodást betartsa. Tehát egy kicsit jobban ki kellett volna fejteni, mert ugye ilyen heves reakciót váltott ki, különösen az oroszok nem szoktak hozzá ilyenhez. Ja, hogy ez azért okozott ekkora, vagy ilyen vízhangja, mert hogy ilyen szinten félreérthető volt az oroszok részéről, meg hogy az időzítés akkor számomra továbbra is kérdés, mert hogy valóban, ha már félreérthetően fogalmazott a miniszterelnök, akkor korábban is megtörtént ez. Feltehetően a mind a belpolitikai helyzet, mind a katonai helyzetet kicsit megváltozott azóta, nagyobb a krízis állapot, nem igazán állnak nyerésre az oroszok a fronton jelen pillanatban, és sokkal érzékenyebben reagálnak egy ilyen jellegű mondatra, amiben be lehet ráadásul kapaszkodni. Tehát a kérdés önmagában igen kényes, és csak komplexitásában lehet az egészet megfogalmazni, látni és átgondolni ennek a folyamatnak a lényegét. Egyébként, ha már a pénteki rádióinterjúnál kezdtünk, ugye arról is beszélt a Kossuth rádióban Orbán Viktor, hogy fogalmazott, hogy a világháború veszélye nem irodalmi túlzás, és hogy ez nagyon is reális veszély ebben a pillanatban. Aztán utána a Kocsis Máté frakcióvezető is nyilatkozott szintén, és ő egy picit még veszélyesebbnek látja a helyzetet. Minél több ország szárba az orosz-ukrán konfliktusban, annál sebesebben sodródunk egy világháború irányába, és ha világháború lesz, akkor az atomháború lesz. Ez Kocsis Máté mondta az állami rádióban. A Fidesz frakció vezetője szerint Magyarország a békét képviseli, miközben a nyugati nagyhatalmak háborús pszichózistól szenvednek. Svédország NATO csatlakozásáról a politikus azt mondta, bár a kormány elkötelezett a svéd csatlakozás mellett, a kormánypárti frakció továbbra is megosztott a kérdésben. Megmondom őszintén, hogy a svéd politikusok az elmúlt évekre visszatekintve sokkal durvábbakat és igazságtalanabbakat mondtak Magyarországra, mint a finnek, és megmondom őszintén, hogy a kormánypárti frakció megosztott továbbra is a svéd kérdésben. Próbáljuk rendezni ezt a konfliktust. A kormány elkötelezett a svéd csatlakozás mellett, a kormány be is nyújtotta az erre vonatkozó javaslatát. A frakcióban van még egy erről szóló diskurzus, amelyet még nem zártunk le a svédek tekintetében. Hát ugye arról beszélt, hogy erős mondatok hangzottak el, hát az is elég erős mondat, amit azért Kocsis Máté mondott, ugye azt mondta, hogy ha világháború lesz, ezzel tovább folytatta ugye a péntekig gondolatmenetét a miniszterelnök, akkor az atomháború lesz, szóval ennek mekkora a veszély, ugye medvegyevet emlegettünk, hát ő szokott idézőjelbe ugye atomháborút vizionálni. Nézzel, mindkét fél deklarálta azt, hogy senki nem akar atomháborút, senki nem akarja azt, hogy az egy harmadik világháború kitörjön még akkor sem, ha azt netán hagyományos fegyverekkel kellene megvívni. Putyinak volt tavalyi folyamán egy olyan nyilatkozata, amely arról szólt, hogy Oroszország a NATO-val szemben hagyományos fegyverekkel vívott háborút nem tud eredményesen megvívni. Tehát nyilvánvaló, hogy ők is el akarják kerülni az ilyen jellegi konfliktusokat, ami most úgy látszik, hogy a háború kiterjesztése irányában megy, az egy úgynevezett zsarolásnak fogható fel, mint például a Belarusiában telepítendő atomrakéták, egy pszichikai nyomás gyakorlása tulajdonképpen a cél, aminek korábban már voltak hagyományai, találkoztunk már ilyen, ilyen eseményekkel az elmúlt évtizedekben, meg az elmúlt évben is mert különböző orosz atomhordozó eszközök a világ tengerein szerteszét úsznak vízfelszínén, víz alatt, amelyek atomtöltetek hordozására alkalmasak, de a nagy valószínűsége ezek bevetésére nem kerül sor. Na de akkor miért, akkor miért mond ilyeneket, Bocsis én azt gondolom, hogy ahogy az előbb említettem, ezek olyan riogatások, amelyek szerintem nagyon veszélyesek, hiszen a magyar polgárok biztonságérzetét nagyon megzavarhatják. Egyetértek szakértő úrral, emlékezünk vissza, mi történt akkor, amikor rakéták hullottak Lengyelország földjére. Minden nagy hatalom, Lengyelország maga és az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország is nagyon-nagyon visszafogottan, nagyon megfontoltan reagált. Igen, a NATO védelmi szövetségével Oroszország nem fog kompetitívusba lépni, ezért Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Fidesz ezt riogatásra és belpolitikai célú hangulatkeltésre használja fel részben, és ez nagyon veszélyes, mert a Európa biztonságunk és a NATO, és a magyar polgárok biztonságát a NATO és az európai nemzetek jó együttműködése tudja a jobbik konzervatívok véleménye szerint biztosítani, és ez az azért nagyon nehéz ügy, mert, mert azt kell, hogy lássuk, hogy ezek olyan felelőtlen mondatok, amit egy miniszterelnök szájából súlyosak, egyébként Kína pedig hogy ezt is a nemzetközi politikából idehozzam, leszögezte, hogy szó nincs semmifajta nukleáris veszélyről, és ez is az orosz propaganda része, amit így úgy tűnik átvesz hirtelen egy fideszes frakcióvezető, na ez veszélyes. Akkor viszont egy picit türelmet kell, hogy kérjek öntől, mert, hogy szünetet kell tartsunk, néhány perc reklám következik, de aztán utána innen folytatjuk, hogy vajon miért akkor ez a riogatás mi szükség úgyhogy már is folytatjuk.